Az ősz beköszöntével évről évre rendszeresen megjelennek az influenzás megbetegedések, amit influenza járvány szokott követni a téli hónapokban. Az influenza elleni védőoltás beadatása minden évben adott lehetőség a lakosság számára. Az idejében a koronavírus járvány miatt mindenki térítésmentesen veheti igénybe a vakcinát, amit a házi orvosoktól kérhetnek a páciensek. Szeretném mindenkivel közölni, hogy az elmúlt napokban megérkeztek az influenzáni védőoltások. Az a védőoltás, amit mi kaptunk, az mindenki számára ingyenes. Úgyhogy szeretnék mindenkit arra biztatni, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. Keresse fel házi orvosát, és kérjen időpontot az influenzaoltás beadására. Ez nagyon fontos lenne különösen azoknak, akik 65 évet betöltötték, akik cukorbetegségben vagy más anyagcserebetegségben szenvednek, akik szívérrendszeri betegségben szenvednek, esetleg onkológiai betegségben. És ki szeretném még emelni azokat, akik olyan helyen dolgoznak, hogy közösségben dolgoznak, akik pedagógusok, egészségügyben dolgoznak, ők is bátran igényeljék ezt az ingyenesen megkapható védőoltást. Létezik egy olyan influenzáni védőoltás is, amit vényre lehet kiváltani. Ez egy 4 komponensű védőoltás. Ez egy pluszot tud az a hagyományos védőoltással szemben. Ezt is lehet igényelni, de összességében a rizikócsoportokban az a védőoltást, amivel mi oltunk, ez is elegendő lehet. Mindenkit meg szeretnék kérni, hogy a rendelőintézetbe csak időpontra érkezzen, előzetes telefonálást követően. Nem érdemes hamarabb érkezni, mert feltorulnak a sorok, és akkor nagyon sokat kell várakozni. Az influenzáni védőoltást egészségeseknek adjuk be, és ezért is fontos, hogy időpontra érkezzenek. Ezzel szeretnénk ketté választani az egészséges embereket a betegektől. Az oltást az egészségesek embereknek adjuk, tehát akinek nincsen láza, nincsen torokfájása, nincsen semmilyen légúti tünete, ők kaphatják meg így ezt az oltást. Az influenza tüneteit szinte mindenki tapasztalta már magán, ezért is fontos lenne a védőoltás kérése, hogy ezeket a nem kívánatos kellemetlenségeket megelőzzük, vagy legalábbis a lefolyási időt csökkentsük. A védőoltás bizonyos fokú védettséget ad a szervezetnek a koronavírussal szemben is. Emellett a védőoltás a diagnózis felállításában is segíti a háziorvosokat, ugyanis ha valaki immunizáltként influenzára utaló tüneteket produkál, nagyobb biztonsággal valószínűsíthető, hogy COVID-fertőzött. Érdemes a tüdőgyulladást okozó baktérium ellen is oltást kérni, ami ugyan térítéses szolgáltatás, de mindenképpen hasznos. Azt is elmondták az infektológusok, hogy ha valaki együttesen kapja meg az influenza betegséget, illetve az új típusú koronavírust, akkor sokkal súlyosabb szövődményei lehetnek ennek a betegségnek. Úgyhogy mindenkit erre biztatok, hogy igényelje házi orvosánál ezt a védőoltást. A védőoltásokról még egy dolgot szeretnék elmondani, nem csak az influenza ellen oltunk ebben az időszakban, hanem a tüdőgyulladás elleni vakcinát is szoktuk javasolni a betegeknek, különösen a rizikócsoportba tartozó betegeknek. Ez a pneumokokusz nevű baktérium ellen védene, elég 5 évente egyszer beadni, és ez főleg a bakteriális szövődmények kialakulása ellen véd. Ezt is lehet házi orvosnál igényelni. Ez az oltás viszont nem ingyenes, ezért fizetni kell a patikában, de összességében én azt gondolom, hogy mérlegelve a költség és haszonelveket mindenképpen érdemes ezzel a lehetőséggel is élni a rizikócsoportba tartozó betegeknél. A védőoltást mindenki kérheti. Érdemes minden évben igénybe venni az adódó lehetőséget és beoltatni magunkat. Én főleg a felnőttekről tudok nyilatkozni, és akinek nincsen allergiája, vagy korábban nem jelentkezett oltási szövődmény, azokon kívül mindenki megkaphatja. Ezt évente érdemes, mivel az influenza egy olyan kórokozó, ami minden évben változik, a leggyakoribb fajok kerülnek bele ebbe a védőoltásba, úgyhogy ezt évente szoktuk adni mindenki. Akinek érdemes évente beadatni. A védőoltás nem veszélyes, néhány mellékhatása viszont egyes embereknél jelentkezhet, mint minden orvosi beavatkozás után, attól függően, hogy hogyan reagál a szervezetünk. Mint minden orvosi beavatkozásnak, az oltásnak is lehetnek ugyanúgy mellékhatásai. Mellékhatásként szerepelhet helyi bőrpír, szöveti duzzanat, fájdalom, hőemelkedés, láz, illetve nagyon ritkán súlyosabb mellékhatások is jelentkezhetnek, de ezek sokkal ritkábbak. Az előnyként pedig ezt tudom elmondani, hogyha valaki meg is kapja ezt a fertőzést, sokkal kevesebb esélye betegszik meg a szövődményekben, sokkal rövidebb lesz maga a betegségnek az időtartama.
A védettség viszonylag rövid idő alatt kialakul, így aki már most beadatja az oltást, sokkal nagyobb valószínűséggel kerüli el a január-február környékén várható influenza járványt. A hatás kialakulásához, hogy védettséget nyújtson ez a védőoltás, ahhoz 2 hétnek kell eltennie. Tehát utána leszünk csak védettek az influenza ellen. Tehát azért érdemes minél hamarabb beadatni. Most még nincsen járvány. A járvány, influenza járványnak a csúcsa az ilyen február-március magasságában szokott lenni. Szorványos megbetegedések már decemberben is lehetnek. Azért szoktuk elkezdeni októberben az oltást, hogy amikor jelentkezik a járvány, akkor erre már kialakuljon mindenképpen a megfelelő védettség. A védőoltások tehát már a házi orvosoknál vannak, és adottak az influenza ellen, ami a mostani időszakban bárki számára ingyenes. Érdemes mindenkinek kérnie a kínálkozó lehetőséggel.